Most röviden szeretném bemutatni neked magát az Amazon Partner programot, tehát az Amazon Associates programot, nem is annyira a felületet, mint inkább azt, hogy így első körben ismernek, hogy mik is a lehetőségek, és mikit, mit, mit is tud ez a dolog. Az elején kapásból egy ilyen, hát egy nagyon sokszor semmit mondó táblázattal indul, meg egy összefoglalóról, ugye itt azt hiszem, hogy az elmúlt 30 napot láttad, igen, itt pedig az elmúlt, vagy ezt a hónapot, ami nyilván mondjuk elsején úgyis mindig nulla lesz, 30 én meg úgyis mindig jobbat mutat. Van lehetőség további riportokra, és egészen, egészen jól és egészen sok mindent le lehet kérdezni, de most nem annyira ezt szeretném bemutatni. Amit beszeretnék mutatni, hogy tulajdonképpen magán az Amazon.com-on gyakorlatilag bármit, amit árulnak, és itt rengeteg dolgot árulnak, azt te tudod promózni, vagy hát, marketingelni ennek a rendszernek a segítségével. És azt hiszem, hogy itt található meg. Eléggé részletesen szabályozat és ezt majd meg is kell ismerned. Most még ebben nem menjünk bele, ugye nem is biztos, hogy van, és tudsz kapni most hozzáférést. De meg kell majd ismerned, hogy egy eléggé néha, néha talán agy, agyon szabályozott rendszerük van. Én most azt szeretném bemutatni, hogy alap esetben attól függően, hogy havonta hány terméket szállítanak ki a te segítségeddel, attól függő százalékot kapsz az eladások után. Ez nagyon fontos, hogy az Amazon mindig a kiszállítás pillanatát veszi alapul, tehát hiába rendeli meg George azt a elektromos borotvált hétfőn, amikor kiszállításra kerül, és hát ez általában 24 órán belül megvan, de ez lehet, lehet hogy másnap vagy egy nappal később, akkor kapott -e a jutalékot. És ez a, például a hó végén, ugye a 31-én rendel valaki, de elsőjén szállítják ki, akkor ez az új hónapba számít, ez a, a termékek számánál is. Ugye nagyon röviden, havi 6 termékig 4% a jutalék, hát ez körülbelül az a szint, ami mondjuk így a véletlen eladásokat jelenti, persze az elején, ha, ha, még soha nem volt eredményed, akkor te is itt leszel, és örülni fogsz, amikor először eléred az egy terméket, nem hogy a hetet, de azért ezen nagyon könny könnyű túl lépni, és hát utána mondjuk úgy, hogy ilyen 6 és 8 százalék között van a jutalék. A jutalékot az értékesítési ára kapod, tehát az az ár, ami itt található, Amerikában teljesen más az áfa, nem áfa kérdése, alapvetően áfa nincs is, nem is mennék ebbe bele, tehát az az ár, amit itt látsz, azt vehetjük úgy, hogy ugyanaz az ár, mint amit mi áfa nélküli árként ismerünk Európában. Tehát ha ezt a kuktát, vagy nem tudom mi ez, hogyha ezt valaki megvenné mondjuk az én honlapomon keresztül, akkor 179, tehát mondjuk 180 dollár után kapnék annyi százalékot, ugye, amelyik kategóriába esik. Az én összes honlapom abban a hónapban. Amit tudni kell róla, hogy az Amazon nagyon gyakran változtatja az árakat, tehát ez lehet, hogy ezt valaki megveszi délután, és akkor már ez csak 120 dollárba került, vagy 250 dollárba, tehát ilyen alapon az árakkal nem lehet számolni, illetve vannak speciális kategóriák ebbe most, nem mennék bele, mert vagy fog téged érinteni, vagy nem. Általában amúgy ezek olyan kategóriák, amiket én nem is annyira javaslok, főleg az elején, hogy meglép. Tehát nagyon-nagyon nehéz a tévé, tehát egy, egy tévékre alapozott honlappal Isten őriz, hogy valaki elinduljon. Kétszázalékot <laughs> kapsz összesen csak belőle, tehát azért a termékek többségére ez igaz. Ugye ez az USA program, külön van minden Amazonnak, itt látható a lista ilyen programja. Én nem fogok a többiről beszélni. Ez az USA program, nagyon hasonló a, a többi is. Van egy azonosítód, és van lehet több honlapod. A, a, a honlapokon belül adhatsz meg további saját azonosítókat, de neked a fiókodat egybe számolja, tehát mondjuk elindítasz egy játékokkal, meg egy főzésre foglalkozó honlapot. Neked lehet két külön kis kódod, amivel külön méret, hogy az egyik meg a másik honlap az mit csinált, de az Amazon az egybe fogja számítani, az egyiken is eladtál mondjuk, egyiken eladtál négyet, másikon is négyet, akkor már ebbe a a hét fölötti kategóriába esel. Ami még nagyon pozitív a rendszerben, és talán így, így az utolsó, amit így érdemes elmondani, hogy, hogy képbe kerülj azzal a kapcsolatban, hogy, hogy mi, mi is az, amit történik, és mi is az, ami után kapsz, nem kapsz jutalékot hogy az az ember, aki rajtad keresztül érkezik a, az Amazonra, és utána vásárol, gyakorlatilag 24 órán belül bármit vásárol, utána te megkapod a jutalékot. Tehát hogy erre a... Mutatok egy, egy értető példát, jövő, hogy erre a, a, Ez egy ilyen kukta szakácskönyv, erre a szakácskönyvre jött, tehát te csak ezt hirdetted, mondjuk ez lenne 10 dollár, de azt mondja valamiért, hogy ó, hát neki nagyon tetszik még valamelyik másik kukta, és talán itt nincsen az, amit hogy lehet, hogy pont ezt néztük, és akkor megveszi még a 10 dolláros szakácskönyv mellé ezt a kuktát, meg mondjuk nem tudom, még ha már itt van, akkor vesz még 200 dollárért egy edénykészletet. És akkor mondjuk összesen itt hagy 400 dollárt, pedig valójában te csak egy 10 dolláros szakácskönyvről írtál, vagy egy 10 dolláros szakácskönyvvel hoztad be ide. Ebben az esetben te a 400 dollár után kapod a. Utalékot. Ráadásul, hogyha ott vagyunk, akkor ez egy termék, ez kettő, mondjuk vett még egy fedőt is, az három, az edénykészlet az négy, tehát már kapásból négy terméket megvásárolt, ez az egy vevő, ez az egy vevő, de akit egy szakácskönyvre hoztál ide, már négy termékig elvitt téged, ugye az már majdnem hét, kicsit csaljunk a számokkal, de re azt remélem érted, hogy mire gondolok és ugye 400 dollár után kapod a jutalékot. Természetesen nem lehet és nem szabad erre építeni magát ezt az egész amazonos online vállalkozást. Nem szabad azt hinni, vagy azt gondolni, hogy mindenki így vásárol, egyáltalán nem így vásárolnak, az amerikaiak is ugyanúgy emberek, mint a magyarok, tehát nem jön be, és akkor költ el több ezer dollárt minden nap. De tény, hogy megesik, hogy bepakol még ezt meg azt a kosárba, a tény az is, hogy megesik, hogy olyan dolgokat vesz, amit soha az életben nem hirdettél és, és tény az is, hogy ezekkel nagyon sokszor lehet keresni, tehát nekem a, az egyik ilyen klasszikus, és között meg is kerestem, egy picit megállítottam a videót, mutatom is neked, egy ilyen klasszikus történetem, ez most volt karácsonykor, hogy a, a főzős honlapomról, tehát azt itt látom a, a magán a kódról, jött valaki, és vásárolt egy ilyen, hát valami virtuális realitás, nem is tudom micsoda, tehát ez tőlem annyira távol áll, ezt megmondom őszintén, ha, ha, ha érted, hogy micsoda, akkor látod. Ha nem, akkor az a lényeg tényleg, hogy semmi köze a főzéshez, meg amit én reklámoztam, és ugye itt 800 dollárért adják. Hát valószínűleg akcióban lehetett ezt nálam 700 dollárért vette. Lényeg a lényeg, hogy ezért ezután én 45 dollár 50 centet kaptam, tehát ez a magyar pénzbe majdnem 13-14 ezer forint. Tehát igenis elképzelhető, és van rá példa, hogy az ember olyan dolgok után kap jutalékot, olyan dolgokat ad el, és hogy minél több vásárlód van, minél több dolgot kínálsz, annál inkább lesz erre példa, olyan dolgokat adsz el, amit, amit nem is hirdettél. Úgyhogy nagyon röviden ennyit a programról, meg kell ismerned majd, és meg kell ismerned a részleteket, a, a, a negatívumokat olyan értelemben, hogy mik azok, amiket nagyon-nagyon nem szabad, mert azonnal kitesznek. Ezekről is igyekszek ráfeküdni, de ezek majd későbbiek során ezek az abszolút részletek lesznek. Ugye első körben el kell oda jutni, hogy egyetem fölépítsünk egy honlapot, és fölépítsünk egy olyan látogatottságot, ami azért már valamilyen vásárlói réteget is képes idehozni. Remélem, hogy ezzel egy picit segítettem azért betekinteni abba, hogy mit is tud ez a program, milyen lehetőségei vannak, és hogy majd milyen módon és hogyan fogsz tudni ebből te is részesülni.